Nagyon-nagyon nagy szeretetek, köszöntöm Önöket! Dr. Tianyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mesteres spiritista vagyok, metafizikus motivációs előadó, fogok ma ilyen előadást is tartani, csontkovács vagyok, és persze ezeket mind tanítom is, ezeket a dolgokat. Hát bemutatkozom Önöknek, hogy egy kicsit több többet tudjanak rólam. Pécset születtem, azt nem mondom meg mikor, egy nagy Lajos utca 7-be, Pécset, ami az utcánál nem létezik már, a fényipari épületen mellett levő utca volt, régen ott villamos is járt abba az utcába. Az első gimnáziumot a komarov gimnáziumban végeztem Pécset. A szüleim, az anyukám pedagógus, ott apukám jogász, de hát nem volt valami fényes helyzet, mert hát elég rendesen ütöttek-vertek zsinórral engem meg a bátyámat, és volt két éve, amikor nem is laktunk a szüleinkkel, mert elvettek tőlük. mindegy, felkerültem Budapest első gimnázium után, hogy mondtam, a komarokba jártam, és rögtön után egész időn belül a szüleim váltak. És ott voltam, a anyukámmal voltam, egy helyen egy rettentő pici kis szobába, kétszer-hármas, ha volt egyáltalán akkora, és nem volt fűthető, a szoba is ilyen köves volt, ilyen metlakiszerű köves volt, ott, ott, laktam abban, két nagy szoba volt, egyikben anyukám lakott, a másikban a barátja lakott neki, meg ott voltam elzárva abban a kis Nem sajnos az volt a probléma, hogy jártam a második gimnáziumba, nyilvánvaló, és nem volt ruhám, nem volt cipőm, egy cipőm volt, az is el volt repedve fölül, a nadrágom az lógott rajtam, mint a nem tudom micsoda, én próbáltam a kezemmel megvarni, hát nem volt valami klassz az is. De nem volt semmi, a osztálytársainkkal jártam iskolába, azokat rögtek rajtam, és ugye vidékre jöttem, ugye akkor felmondták, hogy süt jó gyerek, meg mit tudom én. Mondjuk Pécs az persze nem olyan, de hát tudjuk jól, hogy sajnos vannak ilyen dolgok ugye az életben. És nem volt más megoldásom, hogy egyáltalán normális ruhám legyen, hogy elmentem dolgozni, és persze mellette jártam a gimnáziumba továbbiakba, és ugye este gimnáziumra. És ugye Várad Birkózó voltam, meg Pécset is, minden, amikor voltam ott is, mindenféle korosztályos versenytországosat megnyertem, itt Pesten is, ugye, és ugye voltam még juniorban világban, a harmadik helyezett is, birkózásban. De hát csak egyszerre csináltam, hogy tanultam, dolgoztam, sportoltam. És hát nem volt fényes, mert ilyen mindenféle segédmunkákat kellett végeznem, és az volt az egész az arról, nem is magam a munka, hanem hogy lenézték az embert állandóan. Pedig intelligenciában mindig, sokkal magasabb szinten voltam de mégis állandóan lenézték az embert. Mindegy, nagyon sokféle ilyen segédmunkát csináltam, utána leérettségiztem, és utána autóvilamosságot tanultam. De azt nem lehetett csak nappalint tanulni, az autovilmosságot, És hát elmentem azért az iskolába, és ugye megint előjött az a dolog, hogy, hogy kaját kaptam, de ma más nem kaptam. Ugye, ezért kénytelen voltam éjszaka dolgozni. Ugye rendkívül fárasztó volt, ugye, hogy egy éjszaka dolgozok, nappal iskola vagy, vagy, a gyakorlat, ami volt nekünk. És volt olyan is a fáradtságban köféle, hogy fél meg is húztak. A, a suliba persze évvégén már nem összeszedtem magamat. Szóval így alakult a dolog. Utána mindent csináltam, dolgoztam az autóvillamosságban, dolgoztam a főtaxinál is. Először autóvillamosság, utána gépkocsi vehető voltam a főtaxinál. Nagyon hosszú időt töltöttem el a hungarok kamionnál, mint kamionsofőr, 10 kb. 10 évet. Utána buszoztam, volt cégem, buszos cégem, utazási csináltam, amit úgy hívtak, hogy Tihanyi Travel. Nagyon-nagyon sok felé mentem, én szerveztem az utakat, én csináltam a dolgokat, és egyszer csak elkezdtem járni ilyen különböző előadásokra, ami ezoterikával kapcsolatos volt. És rájöttem pillanatok alatt, hogy egyszer nekem az utam nem az lesz, hanem ezoterikával fog foglalkozni. És 11 év után abban maradt a utazási iroda, és elkezdtem foglalkozni vele. Nem magamtól lett abba hanem volt nekem egy ellenségem a közlekedési minisztériumban, aki zsarolt engem, havi 300 ezer forintot kért, azt mondta, nem kapja meg, akkor tönkretesz engem, mindent meg is próbált ennek az ügyébe, minden buszindulásnál KPMS rendőr, a határon várták a KPM-esek, nem adtak kilépő osztrák engedélyt a busznak, ami 50-szeres áron Ausztriába kellett megvenni, de rengeteg nem engedték levizsgázni a buszokat mindenhol csak betettek, ha azt akarta elérni az ember, hogy ne tudjam az embereket elvinni a buszokkal az útra, hogy tönkre menjen a cég. Ez nem sikerült neki, ez a dolog, de nem volt egyszerű. És én október végén, amikor már minden lement, minden utazás lement, ugye a turnusok meg minden lementek, akkor egyszer csak jött a minisztériumból hogy olyan papír, hogy én a nyár folyamán valamilyen papírt nem adtam be, nekik, ezért a cégnek azt az egy részét, az utazás szervező részét x időre törölték. Nem is kérték tőlem, tőlem külön azt a papírt, ez az ember elintézte, és akkor földön futók lettünk, mert minden pénzünket belaktam szállás előlegbe, Görögországba, Olaszországba, mert akkor sokkal olcsóbb a szállás, ha van szállás előleg, és úgy képzeljék el, hogy azt a pénzt soha nem kaptuk vissza, nem kevés pénzről volt szó, és földönfutó lettem a családommal együtt két éven keresztül. És akkor kezdtem el már úgy, hogy rendelni is, meg ilyen dolgokat csinálni, és egy pár évet eltellett, szépen és akkor mindig alakult a dolgok, és rájöttem hogy hogy csak saját módszereim vannak, elkezdtem tanítani, rengeteg előadást tartottam, rengeteget tanítottam, spiritista iskolában, meg egyéb iskolában, és hát itt vagyok ugye, tehát majdnem 15 év mióta ezt csinálom, és azóta, de televízióban legalább 11-12 éve szerepelek rendszerességgel minden héten. Nagyon szeretem, amit csinálok, nagyon sokan is ismernek szerencsére, és hát otthonos vagyok ebben a dologban.